Krisna, folytatjuk a Srimad Bhagavatam 4. énekének 6. fejezetével a felolvasást és a 31. verssel fogjuk folytatni. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya. Tehát 4. ének 6. fejezet, Brahmá megbékíti az Úr Sivát, 31. vers. A félistenek látták, hogy a fürdők, gáták és lépcsőik Vaidúrja maniból készültek, s hogy a vizet lótusz virágokból ítják. Aztán a tavak mentén haladva egyszer csak egy hatalmas banyanfához érkeztek. 32. vers. A banyanfa 800 mérföld magas volt, és ágai több mint 600 mérföldre nyúltak ki. Kellemes árnyékot nyújtott, amely szünet nélkül enyhítette a hőséget, ám a madarak hangját mégsem hallották. Magyarázat. Általában minden fán vannak madárfészkek, s lakóik esténként hangoskodva gyűlnek össze. Úgy látszik azonban, hogy ezen a banyanfán egyetlen madár sem rakott fészket, ezért nyugodt, csöndes és békés volt. Nem volt zaj, nem volt hőség, így aztán éppen alkalmas hely volt a meditációhoz. 33. vers. Látták az Úr Sívát, amint a fa alatt ült, amely képes volt tökéletességgel megáldani a misztikus jogikat, és bárkinek megadhatta a felszabadulást. Komolynak látszott, akár az örök idős, úgy tűnt, megszabadult minden dűtől. Magyarázat. Ebben a versben a Maha Yoga Maya szó nagyon fontos. A jóga jelentése meditáció az Istenség legfelsőbb személyiségén, Maha Yoga pedig azokra utal, akik Visnu odaadó szolgálatát végzik. A meditáció emlékezést, smaranámot jelent. A smaranám az odaadó szolgálat 9 folyamatának egyike, amelynek során a jógi Visnu formájára emlékezik a szívében. A hatalmas banyanfa alatt számtalan bakta meditált az Úr Visnun. A szanszkrit maha szó a mahat képzőből származik. Ezt a képzőt akkor használják, amikor valamilyen nagy számról vagy mennyiségről beszélnek. A Maha Yoga szó tehát arra utal, hogy számtalan nagy jógi és bakta volt ott, akik az Úr Visnu formáján meditáltak. Azok, akik ezt a meditációt végzik, általában arra vágynak, hogy megszabaduljanak az anyagi kötelékektől, és később a lelki világba kerülnek, az egyik Vaikuntha bolygóra. A felszabadulás azt jelenti, hogy az ember megszabadul az anyagi kötelékektől, azaz a tudatlanságtól. Az anyagi világban élet után egyre csak szenvedünk, amiatt, hogy a testtel azonosítjuk magunkat. A felszabadulás azt jelenti, hogy megszabadulunk az élet gyötrelmeitől. 34. vers. Szentek vették körül köztük Kuvéra, a Guhyakák ura, valamint a 4 kumára, akik ekkor már felszabadult lelkek voltak. Az Úr Síva szentként és méltóság teljesen ült körükben. Magyarázat. Azok, akik az Úr Síva társaságában voltak, mindannyian jelentős személyiségek, hiszen a 4 kumára például születése óta felszabadult lélek volt. Talán még emlékszünk arra, hogy a kumárákat apjuk születése után megkérte, hogy a kumárákat apjuk születésük után megkérte, hogy nősüljenek meg, s nemzenek gyermekeket, hogy szaporodjon a nemrégiben megteremtett univerzum népessége. Ők azonban megtagadták a kérést, s ez nagyon feldühítette az Úr Brahmát. Ebből a dühös állapotból született meg Rudra, az Úr Shiva, akinek így rendkívül bensőséges kapcsolata van a kumárákkal. Kuvéra, a félistenek kincstárosa, mesésen gazdag. Az, hogy az Úr Síva társaságában ott találjuk a kumárákat és Kuvérát, azt jelzi, hogy az Úr Sívának minden transzcendentális és anyagi gazdagság a birtokában van. Valójában a legfelsőbb Úr inkarnációja, aki az egyik anyagi kötőerőért felel, ezért helyzete rendkívül kimagasló. 35. vers. A félistenek látták, hogy az Úr Síva tökéletesség állapotában létezik. Ura volt érzékeinek, mestere volt a tudásnak, a gyümölcsöző tetteknek, s jól ismerte a tökéletességhez vezető utat. Az egész világ barátja volt, s azzal, hogy mindenki teljes szeretetével árasztott el, mindenkire áldást hozott. Magyarázat. Az Úr Sívát tökéletes bölcsesség és tapasztja, lemondás jellemzi. Aki tudja, hogyan kell cselekedni, az az Istenség legfelsőbb személyisége odaadó szolgálatának útját járja. Senki sem szolgálhatja az Istenség legfelsőbb személyiségét, amíg nem tett szert teljes, tökéletes tudása az odaadó szolgálat végzésének útjairól és módjairól. Az Úr Sívát a vers
Adhisvarának nevezi. Isvara irányítót jelent, Adhisvara pedig az érzékek irányítójára utal. Anyaga a szennyezett érzékeink általában hajlamosak arra, hogy érzékkielégítő tettekbe merüljenek, amikor azonban az ember a bölcsesség és a lemondás révén felemelkedik, akkor érzékei megtisztulnak, és az Istenség legfelsőbb személyiségének szolgálatához lát. Az Úr Síva a jelképe ennek a tökéletességnek. Az írások kijelentik, Vaishnavanam Yatha Shambhuh. Az Úr Síva Vaishnava, aki az anyagi világban végrehajtott tetteivel minden feltételekhez kötött lelket arra tanít, hogyan merüljön el az odaadó szolgálatban a nap 24 óráján keresztül. A vers éppen ezért Lóka Mangalának nevezi, mert ő minden feltételekhez kötött lélek számára a szerencse megtestesülése. 36. vers. Őszbőrön ült, s a lemondás valamennyi formáját gyakorolta. Testét hamu borította, ezért esti felhőhöz hasonlított. Hajában a félhold jelképét viselte. Magyarázat. Az Úr Síva lemondását nem egészen ugyanazok a szimptomák jelzik, mint a vaisnavákét. Kétségtelenül ő a legkiválóbb vaisnava, de az emberek egy olyan sajátságos rétege előtt mutatkozik meg, akik nem képesek követni a vaisnava elveket. A saiviták, az Úr Síva hívei általában úgy öltöznek, mint az Úr Síva, és néha dohányoznak, vagy kábítószereket is fogyasztanak. A vaisnava hagyomány hívei sohasem tesznek ilyet. 37. vers. Egy szalma gyékényen ült, és szavait a jelenlévők mindegyikéhez intézte, köztük a nagy bölcshöz, Náradához is. Neki legfőképpen az abszolút igazságról beszélt. Magyarázat. Az Úr Síva egy szalmából font gyékényen ült, mert azok, akik az abszolút igazság megértése érdekében lemondásokat gyakorolnak, ilyen ülőhelyet választanak maguknak. Ez a vers kihangsúlyozza, hogy az Úr Síva a nagy bölcsnek, Náradának, a híres baktának beszélt. Nárada az odaadó szolgálatról kérdezte az Úr Sívát, aki a legkiválóbb vaisnava lévén tanította őt. A védák tudományáról beszélgettek, de tudnunk kell, hogy a téma az odaadó szolgálat volt. Egy másik gondolat, amit meg kell jegyeznünk ezzel kapcsolatban, hogy az Úr Síva a legfőbb tanító, a nagy bölcs, Nárada pedig a legkiválóbb azok között, akik hallgatják őt. A védikus tudás legmagasztosabb témája ezért a bhakti, az odaadó szolgálat. 38. vers. Bal lába a jobb combján nyugodott, bal keze a bal combján, jobb kezében pedig Rudráksa gyöngyfüzért fogott. Ezt az ülőhelyzetet Virászanának hívják. E Virászan a helyzetben ülve ujjait az érvelés mudrájában tartotta. Magyarázat. A versben említett ülőhelyzetet az Astanga jóga rendszerben Virászanának nevezik. A jóga folyamata 8 részből áll, többek között a Yama és Niyama gyakorlásából, önfegyelmezés, a szabályozó elvek követése, az ülőhelyzetek gyakorlása, stb. A Virászanán kívül más ülőhelyzetek is vannak, például a Padmászana és a Siddhászana. Ha valaki az ászanákat gyakorolja, ám nem emelkedik fel a felső lélek Visnu megvalósításának szintjére, akkor nem érte el a jóga tökéletes síkját. Az Úr Sívát Jogisvarának, a jogik mesterének, még Krisnát Jogesvarának nevezik. Jogisvara azt jelenti, hogy senki sem múlhatja felül az Úr Sívát a jóga gyakorlásában. Jogesvara pedig arra utal, hogy senki sem tudja felülmúlni Krisna jóga tökéletességét. Egy másik fontos szó a Tarka Mudra. Ez azt jelenti, hogy az ember nyitott ujjakkal felemeli a karját és a mutató ujját, hogy megértesse a hallgatósággal azt, amiről beszél. Valójában ez egy szimbólum. 39. vers. Az Indra vezette bölcsek és félistenek összetett kézzel tiszteletteljes hódulatokat ajánlották az Úr Sívának. Az Úr Síva sáfrány színű ruhát viselt. Transzába mélyedve úgy tűnt, ő a legkiválóbb valamennyi bölcs között. Magyarázat. Ebben a versben a Brahmananda szónak nagy jelentősége van. A Brahmanandát, vagy Brahma Nirvánát Pralád Maharaj magyarázza meg. Amikor az ember teljesen elmerül az Adoksajában, vagyis Istenség legfelsőbb személyiségében, akit a materialista emberek az érzékeik segítségével sohasem foghatnak fel, akkor azt mondjuk, hogy a Brahmananda állapotában van.
Az Istenség legfelsőbb személyisége létét, nevét, formáját, természetét és kedvteléseit lehetetlen érzékelni, mert az Úr transzcendentális helyzetben van, túl a materialista felfogásán. A materialisták amiatt, hogy nem tudják elképzelni vagy érzékelni az Istenség legfelsőbb személyiségét, úgy vélhetik, hogy Isten halott. A valóság azonban az, hogy ő mindig létezik Satchit Ananda vigrahájában, örök formájában. Az Úr formájára irányuló állandó meditációt szamádinak, extázisnak vagy transznak hívják. A szamádi különösen összpontosított figyelmet jelent. Aki szertett arra a képességre, hogy mindig az Istenség személyiségén meditál, az mindig transzban van és szület nélkül a Brahma nirvána, a Brahmananda élvezetében van része. Az Úr síván is megmutatkoztak ezek a jelek, ezért azt mondják, hogy a Brahmanandába merült. Egy másik fontos szó a jóga kaksam. A jóga kaksa arra az ülőhelyzetre utal, amikor az ember bal combját szorosra kötött sáfrán színű ruhája rögzíti. A manunám adyám szavak szintén jelentősek ebben a versben. Filozófust, elmélkedő és okosan gondolkodó embert jelent. Az ilyen személyt manunak nevezik. Az Úr síváról ez a vers azt mondja, ő a gondolkodók között a legfőbb. Az Úr Síva természetesen nem a haszontalan elmebeli spekulációval törődik, hanem, ahogyan azt az előző versből megtudhattuk, mindig azon gondolkozik, hogyan szabadítsa fel a démonokat, akik olyan alantasi életet élnek. Azt mondják, hogy Sadá Siva az Úr Csétanya megjelenésének idején Advaita Prabhuként szállt alá. Advaita Prabhu legfőbb vágya az volt, hogy a bűnbe esett feltételekhez kötött lelkeket az Úr Krisna odaadó szolgálatának síkjára emelje. Az emberek akkoriban csupa haszontalan dolgot műveltek, ami csak meghosszabbította anyagi létüket, ezért az Úr Síva az Úr Advaita formájában arra kérte a legfelsőbb urat, hogy jelenjen meg az Úr Csétanyaként, és szabadítsa fel ezeket az elesett lelkeket. Az Úr Csétanya valójában az Úr Advaita kérésére jelent meg. Az Úr Sívának szintén van egy szampradája, a Rudra szampradája. Ő mindig arra gondol, hogyan szabadíthatná fel az elesett lelkeket, ahogyan azt az Úr Advaita Prabhu is megmutatta. 40. vers. Az Úr Síva lótuszlábát a félistenek és a démonok egyaránt imádták. Amikor azonban a félistenek között megpillantotta az Úr Brahmát, magas rangja ellenére azonnal felállt, majd a földre borulva, lábát megérintve úgy fejezte ki előtte tiszteletét, mint ahogyan Vamana Déva ajánlotta tiszteleteljes hódolatát Kasyapa Muninak. Magyarázat. Kasyapa Muni az élőlények kategóriájába tartozott, de transzcendentális fia, Vamana Déva Vishnu inkarnációja volt. Így aztán annak ellenére, hogy ő volt az Úr Vishnu, az Istenség legfelsőbb személyisége, Vamana Déva mégis tiszteletét ajánlotta Kasyapa Muninak. Ehhez hasonlóan az Úr Krisna gyermekkorában szintén mindig felajánlotta tiszteletes hódolatát anyjának és apjának, Jasodának és Nandának. A Kurukshetrai csatatéren pedig megérintette Yudhisthira Maharaja lábát, mert a király idősebb volt nála. Láthatjuk tehát, hogy az Istenség személyisége az Úr Síva és sok más bakta kimagasló helyzete ellenére személyes példájával azt tanította, hogyan kell hódolatunkat ajánlanunk a fölöttünk állóknak. Az Úr Síva azért ajánlotta fel tiszteleteljes hódolatát Brahmának, mert Brahma az apja volt, ahogyan Kasyapa Muni is Vámana apja volt. 41. vers. A bölcsek, akik az Úr Síva körül ültek, köztük Nárada és sokan mások, szintén felajánlották tiszteleteljes hódolatukat az Úr Brahmának. Amikor imádatukat befejezték, az Úr Brahma elmosolyodott, és beszélni kezdett az Úr Sívához. Magyarázat. Az Úr Brahmá mosolygott, mert tudta, hogy az Úr Sívát nem csak elégedetté tenni könnyű, de felbosszantani is. Félt, hogy esetleg haragos hangulatban találja, hiszen elvesztette feleségét, s Daksa is megsértette. Hogy leplezze félelmét, mosolygott, s megszólította az Úr Sívát. 42. vers. Az Úr Brahmá így szólt. Kedves Úr Sívám, tudom, hogy te vagy az egész anyagi megnyilvánulás irányítója, a kozmikus megnyilvánulás anyja és apja egy személyben, valamint a kozmikus megnyilvánuláson túli legfelsőbb Brahman is. Eképpen ismerlek téged. Magyarázat. Noha az Úr Síva nagy tisztelettel ajánlotta hódolatát az Úr Brahmának, az Úr Brahmá tudta, hogy az Úr Síva emelkedettebb helyzetben van, mint ő.
A Brahma Samhita ír az Úr Shiva helyzetéről. Eredeti helyzetüket tekintve nincs különbség az Úr Visnu és az Úr Shiva között, az Úr Shiva mégis különbözik az Úr Visnutól. Olyan ez, mint ahogyan a tej a joghurtban szintén nem különbözik az eredeti tejtől, amelyből készült. 43. vers. Kedves Uram! Személyiséget kiterjesztésével pontosan úgy teremted meg, tartod fenn és semmisíted meg ezt a kozmikus megnyilvánulást, ahogy a pók hozza létre, tartja fent és pusztítja el hálóját. Magyarázat. Ebben a versben nagyon fontos a Shiva Shakti szó. Shiva kedvezőt, Shakti pedig energiát jelent. A legfelsőbb úrnak sokféle energiája van, és mindegyik kedvező. Brahmát, Visnut és Maheshvarát Guna avatáráknak, az anyagi kötőerők inkarnációinak nevezik. Az anyagi világban ezeket a különféle inkarnációkat különféle szempontok alapján ítéljük meg, de mivel mindegyik a legfelsőbb kedvező kiterjedése, ezért mindegyik áldásos, bár néha az egyik természeti kötőerőt magasabb vagy alacsonyabb rendűnek tekintjük egy másik kötőerőnél. A tudatlanság kötőerejét, a tamogúnát sokkal alantosabbnak tartjuk a többinél, de magasabb szempontból ez szintén kedvező. Egy kormányban oktatási és bűnügyi minisztérium egyaránt működik. Egy kívülálló talán nem tartja kedvezőnek a bűnügyi részleget, a kormány szemszögéből nézve azonban ez ugyanolyan fontos, mint az oktatás, ezért mindkettőnek megkülönböztetés nélkül egyformán anyagi támogatást nyújt. 44. vers. Kedves Uram! Daksán keresztül te vezetted be az áldozatok rendszerét. Az embereknek így hasznukra lehet a vallás gyakorlása és az anyagi gyarapodás, és az általad felállított szabályozó elvek szerint a négy varna és ásrama intézményét is tiszteletben tartják. A brámanák éppen ezért fogadalmat tesznek, hogy hűségesen követik ezt a rendszert. Magyarázat. A varna és ásrama védikus rendszerét sohasem szabad elhanyagolni, mert ezeket a csoportokat maga a legfelsőbb úr hozta létre, hogy fenntartsa a társadalmi és vallásos rendet az emberi társadalomban. A brámanáknak, a társadalom intelligens rétegének fogadalmat kell tennie, hogy szigorúan tiszteletben tartja ezt a szabályozó elvet. A kali korszakban az az irányzat, amely az osztály nélküli társadalmat akarja létrehozni, és amely mellőzi a varna és ásrama elveit, egy megvalósíthatatlan álom csupán. A társadalmi és lelki rendek elpusztítása nem vezet az osztály nélküli társadalom megteremtéséhez. Szigorúan követnünk kell a varna és ásrama rendszer elveit annak érdekében, hogy megteremtőjét elégedetté tegyük, mert a Bhagavad Gita-ban az Úr Krisna kijelenti, hogy a társadalmi rendszer négy rendje, a brámanák, a ksatriák, a vaisják és a sudrák valamennyien az ő teremtményei. Mindannyiuknak az intézmény szabályozó elvei alapján kell cselekedniük, s kedvében kell járniuk az Úrnak, ahogyan a test különféle része is mind az egész test szolgálatát végzik. Az egész test nem más, mint az Istenség legfelsőbb személyisége virát rúpájában, az univerzális formában. A brámanák, ksatriák, vaisják és súdrák az Úr univerzális formájának száját, karját, hasát, illetve lábát alkotják. Amíg a teljes egész szolgálatát végzik, helyzetük biztonságos, másképp azonban visszaesnek és degradálódnak. 45. vers. Ó áldást hozó Úr! A mennyei bolygókat, a lelki Vaikuntha bolygókat és a személytelen Brahman szféráját jelölted ki a jámbor cselekedeteket végzők végcéljaként. A bűnösök számára rettenetes és elborzasztó poklokat rendelted el, ám néha mégis azt látjuk, hogy éppen ellenkező célhoz érnek el. Ennek az okát nagyon nehéz felismerni. Magyarázat. Az Istenség legfelsőbb személyiségét a legfelsőbb akaratnak is nevezik. A legfelsőbb akaratból történik minden. Ezért azt mondják, hogy még egy fűszál sem mozdulhat a legfelsőbb akarat nélkül. A jámbor tetteket végzők általában a felsőbb bolygórendszerekbe, a bakták a vajkuntákra, azaz a lelki világba, a személytelen elmélkedők pedig a személytelen Brahman ragyogásba kerülnek. Néha azonban megtörténik, hogy a bűnösök, például Ajamilla, azonnal a Vaikuntha lókára jutnak, pusztán amiatt, hogy kimondják Nárayan nevét. Amikor Ajamilla kiejtette száján egy hangvibrációt, akkor fiát, Nárayanát akarta hívni, ám az Úr Nárayana ennek ellenére komolyan vette szavát, és bűnös múltja ellenére nyomban a Vaikuntha lókára emelte.
Daksa király örökké az áldozatok bemutatásának jámbor tetteit végezte, ám pusztán azért, mert nézeteltérése támadt az Úr Sívával, szigorú büntetés várt rá. Levonhatjuk azt a végkövetkeztetést, hogy a legfelsőbb akarat jelenti a végső ítéletet. Senki sem szállhat szembe vele. Egy tiszta bakta éppen ezért minden körülmények között aláveti magát az Úr legfelsőbb akaratának, melyet tökéletes áldásnak tekint. Tate anukampam susamikshamano bunjana evatma kritam vipakam hridvag vapur bir vidathan namaste jiveta jó mukti pade sa daya bak. Bhagavatam 10.14.8. Ennek a versnek az a mondani valója, hogy amikor egy bakta nehéz helyzetbe kerül, azt a legfelsőbb Úr áldásának tekinti, és saját magát teszi felelőssé múltban elkövetett bűnei miatt. Ilyen körülmények között még több odaadó szolgálatot végez, s nem zavarja meg semmi. Aki ilyen elmeállapotban él és odaadó szolgálatot végez, az a legalkalmasabb jelölt arra, hogy a lelki világba kerüljön. Amikor egy ilyen bakta szeretne eljutni a lelki világba, kívánsága minden körülmények között teljesül. 46. vers. Kedves Uram! Azok a bakták, akik életüket teljesen lótuszlábadnak szentelték, kétségtelenül látják, hogy minden egyes élőlényben jelen vagy paramatmaként. Ezért nem tesznek különbséget közöttük. Minden élőlényel egyformán bánnak, és sohasem hatalmasodik el rajtuk a düh, mint az állatokon, akik mindent különbözőnek látnak. Magyarázat. Amikor az Istenség legfelsőbb személyisége haragra gerjed vagy megöl egy-egy démont, ez anyagi szemszögből kedvezőtlennek tűnhet, lelkileg azonban ez gyönyörteli áldás a számukra. A tiszta bakták éppen ezért nem tesznek különbséget az Úr dühe és áldása között. Mindkettőre azzal a felfogással néznek, hogy ez csupán az Úr bánásmódja másokkal és velük szemben. Egy bakta semmilyen körülmények között sem talál hibát az Úr viselkedésében. 47. vers. A gondviselés már végzett azokkal, akik mindenre megkülönböztetéssel néznek, akik egyedül a gyümölcsöző cselekedetekhez ragaszkodnak, akik hitványak, s akiknek fáj, ha látják mások gyarapodását. Ezért durva és éles szavaikkal bántják őket. Nincs hát szükség arra, hogy újra elpusztuljanak egy olyan kiemelkedő személyiség keze által, mint amilyen te vagy. Magyarázat. A materialisták, akik az anyagi haszon reményében örökké gyümölcsöző tetteket végeznek, nem tudják elviselni, amikor mások virágzó gazdagságát látják. Néhány Krisna tudatú emberen kívül szerte az egész világon ilyen irigy emberek vannak, akiket állandóan gondok gyötörnek, mert ragaszkodnak az anyagi testhez, és nem ismerik az önvalót. Szívük mindig aggodalommal teli, ezért azt mondják, a gondviselés már végzett velük. Az Úr Sívának, aki önmegvalósított Vaisnava, Brahmá azt a tanácsot adja tehát, hogy ne ölje meg Daksát. A Vaisnavákat Paradukha Dukhinak nevezik, mert bár nincsen olyan helyzet, ami szenvedést okozna nekik, mások gyötrelme láttán mégis fájdalmat éreznek. A Vaisnaváknak nem szabad ölniük sem a testük, sem az elméjük tetteivel, hanem könyörületességből meg kell próbálniuk felébreszteni mások Krisna tudatát. A Krisna tudat mozgalmát azért indítottuk útjára, hogy kiszabadítsuk a világ irigyeit mája fogságából, s bár a bakták néha akadályokba ütköznek, nagy türelemmel tovább segítik a mozgalom életét. Az Úr Csétánya azt tanácsolja. Trinad api sunicena, taror api sahusnina, amanina manadena, kirtaniya sada hari. Énekeljük az Úr szent nevét alázatos elmével, s gondoljuk magunkat hitványabbnak az utcán heverő szalmaszánál. Legyünk türelmesebbek, mint a fa, s ne vágyjunk hamis megbecsülésre, ám legyünk kész minden tiszteletet megadni másoknak. Ha elménk ilyen állapotba kerül, állandóan tudjuk énekelni az Úr szent nevét. Siksás taka 3. Ezt még egyszer. Trinad api sunicena, taror api sahisnuna, amanina manadena, kirtaniya sada hari. Énekeljük az Úr szent nevét alázatos elmével, s gondoljuk magunkat hitványabbnak az utcán heverő szalmaszánál.
Legyünk türelmesebbek, mint a fas, ne vágyjunk hamis megbecsülésre, ám legyünk kész minden tiszteletet megadni másoknak. Ha elménk ilyen állapotba kerül, állandóan tudjuk énekelni az Úr szent nevét. Siksás Taka 3. Egy vaisnavának követnie kell az olyan vaisnavák példáját, amilyen Haridas Thakur, Nityananda Prabhu és az Úr Jézus Krisztus voltak. Nincs szükség arra, hogy megöljenek valakit, aki már halott. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy egy vaisnava, akinek el kell viselnie minden őt ért személyes sértést, sohasem tűri el, hogy Visnut vagy a vaisnavákat gyalázzák. 48. vers. Kedves Uram, a materialisták, akiket teljesen megtévesztett a legfelsőbb istenség legyőzhetetlen illuzórikus energiája, néha sértéseket követnek el, egy könyörületes szent azonban ezt nem veszi a szívére. Tudja, hogy csupán azért követik el a sértéseket, mert az illuzórikus energia hatalmába kerítette őket, ezért nem használja az erejét ellenük. Magyarázat. Azt mondják, hogy egy tapasvi, egy szent, legszebb jellemvonása a megbocsájtás. A világ lelki életének történelmében számtalan példát találunk arra, amikor egy szentet valaki minden ok nélkül megbántott, az semmit sem tett ellene, noha megtehette volna. Pariksit Maharadzsát szintén alaptalanul átkozta meg egy brámana fiú. A fiú apja nagyon sajnálta a történteket, ám Pariksit Maharadzsa magára vette az átkot, s beleegyezett, hogy a brámana fiú kívánságának megfelelően egy héten belül meghal. Pariksit Maharadzsa uralkodó volt, aki lelki és anyagi hatalommal egyaránt rendelkezett, de könyörületességből és a brámanák iránti tiszteletből nem tett semmit a brámana fiú átka ellen, hanem elfogadta, hogy 7 nap múlva meg kell halnia. Krisnának az volt a vágya, hogy Pariksit Maharadzsa fogadja el a büntetést annak érdekében, hogy a Srimad Bhagavatam tanítása feltárulhasson a világ előtt, ezért azt tanácsolta neki, hogy ne tegyen semmit. Egy vaisnava mindig türelmes, ha saját személyéről van szó, s mások érdekeit tartja szem előtt. Ha nem mutatja ki hatalmát, az nem azt jelenti, hogy nincs neki, hanem azt, hogy az egész emberi társadalom boldogulása érdekében mindent eltűr. 49. vers. Ó Uram, téged sohasem zavar meg az Istenség legfelsőbb személyisége illuzórikus energiájának szörnyű befolyása. Így aztán minden tudó vagy, s kegyesnek és könyörületesnek kell lenned azok iránt, akiket ugyanez az illuzórikus energia megtéveszt, s akik nagyon ragaszkodnak a gyümölcsöző tettekhez. Magyarázat. A vaisnavákat a külső energia hatása sohasem téveszti meg, mert az Úr transzcendentális szerető szolgálatát végzik. Az Úr a Bhagavad Gítában 7.14 kijelenti. Daivi hi esa gunamai, mama maya duratyaya, mam eva ye prapadyante, mayam etam tarantite. Az anyagi természet 3 kötőerejéből álló isteni energiámat nagyon nehéz legyőzni, de akik átadták magukat nekem, azok könnyen túlléphetnek rajta. Egy vaisnavának ahelyett, hogy dühös lenne rájuk, törődnie kell azokkal, akiket mája megzavart, mert a vaisnava kegye nélkül nincs lehetőségük rá, hogy kiszabaduljanak mája karmai közül. Akiket mája elítélt, azok a bakták kegyéből menekülhetnek meg. Váncsák kálpata rubjáscsa, kripá szindúpjá évacsa, patitánám pavanébjó, vaisnavébjó, namo namah. Tiszteletes hódolatomat ajánlom az Úr összes vaisnava híve előtt, akik olyanok, mint a mindenki vágyát teljesítő kívánságfák, és nagyon könyörületesek a bűnbe esett feltételekhez kötött lelkekhez. Akik az illuzórikus energia hatása alatt állnak, azok vonzódnak a gyümölcsöző cselekedetekhez. Egy vaisnava prédikátor azonban az Istenség legfelsőbb személyisége, Sri Krishna iránt ébreszt vonzódást a szívükben. 50. vers. Kedves Úr Sívám, neked jogod van az áldozatból nyert áldás egy részéhez, és te vagy az, aki biztosítod az eredményt. A gonosz papok nem adták meg neked a jussodat, ezért elpusztítottál mindent, az áldozat pedig befejezetlen maradt. Most megteheted azt, amire szükség van, és elveheted jogos részedet. 51. vers. Kedves Uram, kegyedből hadd keljen újra életre az áldozat bemutatója, Daksa király, és hadd kapja vissza Baga a szemét, Brigu a bajszát,
pusá pedig a fogait. 52. vers. Ó Úr Síva! Kegyedből hadd gyógyuljanak ki sebeikből a félistenek és a papok, akiknek katonáid minden csontjukat összetörték. 53. vers. Ó áldozat elpusztítója! Kérlek, fogadd el részedet az áldozatból, s kegyedből hadd fejeződjön be a szertartás. Magyarázat. Az áldozat egy olyan szertartás, amit az Istenség legfelsőbb személyisége, elégedettsége érdekében mutatnak be. A Srimad Bhagavatam első énekének második fejezetében az áll, hogy mindenkinek arra kell törekednie, hogy megtudja, vajon az Istenség legfelsőbb személyisége elégedette cselekedeteivel. Más szóval tetteink célja az legyen, hogy kedvében járjunk az Istenség legfelsőbb személyiségének. Ahogyan egy irodában a hivatalnoknak az a kötelessége, hogy gondoskodjon a tulajdonos vagy a gazda elégedettségéről, úgy mindenkinek kötelessége, hogy megtudja, elégedette tetteivel az Istenség legfelsőbb személyisége. A legfelsőbb Istenségnek örömet okozó cselekedeteket a védikus irodalom írja elő, s egy cselekedetek végzését jagjának nevezik. A legfelsőbb úrért végzett tetteket tehát jagjának hívják. Mindenkinek tudnia kell, hogy a jagján kívül minden cselekedet csak anyagi köteléket okoz. Ezt magyarázza el a Bhagavad Gita 3.9. Jagjárt hát kármanó anyatra loko ayam karma bandhana. Karma bandhana azt jelenti, hogy ha nem a legfelsőbb úr, Vishnu örömére cselekszünk, akkor tetteink visszahatása bilincsbe ver majd bennünket. Senkinek sem szabad saját érzékkielégítése érdekében cselekednie, mindenkinek Isten elégedettségéért kell dolgoznia. Ezt hívják jagjának. Miután Daksa bemutatta a jagját, a félistenek valamennyien a praszádára, a Vishnunak felajánlott étel maradékaira vártak. Az Úr Síva a félistenek közé tartozik, így természetesen ő is elvárta, hogy megkapja a jagjából a praszáda őt illető részét. Daksa azonban puszta irigységből nem hívta meg Sívát, hogy részt vegyen az áldozaton, s a felajánlás után nem adta oda neki az őt illető részt. Miután azonban az Úr Síva követői lerombolták a jagja arénát, az Úr Brahmá megnyugtatta az Úr Sívát, s biztosította, hogy megkapja majd Jussát a praszádából. Ezzel arra kérte, hogy tegye jóvá azt a pusztítást, amit a követői végeztek. A Bhagavad Gita 3.11 kijelenti, hogy amikor az ember jagját mutat be, minden félisten elégedett. A félistenek elvárják, hogy praszádát kapjanak a jagjákból, ezért jagjákat kell bemutatnunk. Akik materialista, érzékkielégítésre törekvő cselekedetekbe merülnek, azoknak jagját kell végezniük, máskülönben csak belebonyolódnak kötelékeikbe. Éppen ezért Daksa, az emberiség atya jagját mutatott be, az Úr Síva pedig várta, hogy megkapja belőle a részét. Sívát azonban nem hívták meg, s ez okozott minden bajt. Az Úr Brahmá közbenjárásával azonban minden szerencsésen végződött. Egy jagja bemutatása nagyon nehéz feladat, mert a szertartásra minden félistent meg kell hívni. A Kali-jugában lehetetlen ilyen költséges áldozatokat bemutatni, és a félisteneket sem lehet meghívni, ezért ennek a korszaknak az írások azt javasolják, hogy Yajnani Sankirtana Prayair Yajanti Hi Sumedhasah, Bhagavatam 11.5.32. Az intelligens embernek tudniuk kell, hogy a Kali-jugában nincs lehetőség a védikus áldozatok bemutatására. Ha azonban nem teszik elégedetté a félisteneket, akkor az évszakokra jellemző időjárás, például az esőzés elmarad. Mindent a félistenek irányítanak. Ilyen körülmények között ahhoz, hogy a társadalomban a béke és a jólét egyensúlya fennmaradjon, ebben a korszakban minden okos embernek a Sankirtan jagját kell végeznie. A Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare szent nevek éneklésével. Hívjon vendégeket, énekelje a Hare Krishnát, aztán pedig osszon praszádát. Ez a jagja örömet fog okozni minden félistennek, s így béke és jólét uralkodik majd a világon. A védikus szertartások bemutatásában az a másik nehézség, hogyha valaki a sok százer félisten közül csupán egyet is elégedetlenné tesz, ahogyan Daksa sem okozott örömet az Úr Sívának, az katasztrófával járhat. Ebben a korban azonban az áldozat bemutatása leegyszerűsödött. Az ember csupán énekli a Hare Krishnát, és ha Krishnát elégedetté teszi, akkor automatikusan valamennyi félisten is elégedett lesz vele.
Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 4. énekének 6. fejezetéhez, melynek címe Brahma megbékíti az Úr Sívát. Hát a következő egy igen hosszú fejezet lesz. Kíváncsian várom. Ez a 7. fejezet lesz, melynek címe Daksa áldozata. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupád ki jai, Jainitai Góra Prémalandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda ki jai. Köszönöm, hogy meghallgattál. Hare Krishna.